Tisztelt Országgyűlés, Korózs Lajos, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be az Emberi Erőforrások miniszteréhez. Mit tesz a kormány a rák elleni küzdelem érdekében? Ki a felelőse a hazai rák ellenes terv elkészítésének címmel? Képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt ház! Két héttel ezelőtt kérdés formájában foglalkoztam már ezzel az üggyel. Nem sikerült kielégítő választ kapnom a tárca képviseletében. Éppen ezért most interpelláció formájában is előkívánom adni, hiszen itt sokkal hosszabb az idő, és több a lehetőség arra, hogy beszéljünk erről az ügyről. 2020. februárjában az Európai Bizottság elfogadott egy európai rákellenes tervet, és ebben a tervben, pontosabban ennek a kommunikációjában azt kérték a tagállamoktól, hogy ki készítse el a saját rákellenes tervét, abból az apropóból, hogy lehetőség van, mint egy 4 milliárd dollár, pontosabban 4 milliárd euró az az összeg, amelyet az Európai Unió ennek a programnak a finanszírozására kíván fordítani, de ezt csak úgy lehet felhasználni, hogyha tagállamok is elkészítik a saját maguk rákellenes tervét, és ezen keresztül finanszírozzák az Európai Bizottság részéről. Ismeretes az, hogy a rákbetegségek sajnálatos módon nagyon gyakoriak, a szív- és érrendszeri betegségek mellett a leggyakoribb. Hazánk sajnos az Európai Unióban a rákbetegséget illetően sajnos az élbolyban van. A múlt évben 2,7 millió ember betegedett meg az Európai Unióban rákban, és mintegy 1,3 millióan el is haláloztak sajnálatos módon. Természetesen ennek nagyon komoly társadalmi hatása van, és nagyon komoly gazdasági hatása is van, ahol ilyen nagy a veszteség. Miközben azt is tudjuk, hogy a rákbetegségek mintegy 40%-a megelőzhető lenne. Éppen ezért kérdeztem a két héttel ezelőtt, és kérdezem most is államtitkár urat, hiszen ebben a rákellenes tervben nagyon fontos fókuszok találhatók meg, például a megelőzéssel kapcsolatosan milyen programot dolgoz ki egy tagállam, a korai felismerés kapcsán milyen programot dolgoz ki a tagállam, a diagnózis és a kezelés kapcsán, illetve az életminőség javítás és a rehabilitáció kapcsán. Teszem ezt elsősorban azért, mert minden egyes ponthoz kapcsolódóan konkrét elvárásokat is megfogalmazott az Európai Bizottság. Például a megelőzés kapcsán azt írják, hogy mintegy egy évtizeden belül el kell érni, hogy az európai tagállamokban élő polgárok 5% alatt legyen a dohányzóknak a száma, és a fertőzések által okozott rákos megbetegedéseket pedig drasztikusan szorítsák le. Summa summarum kérdezem, ki a felelős a rákellenes terv elkészítéséért a minisztériumban, mikor mutatják be a nagy közönség számára, és kérdezem, hogy bevonják-e a civil szervezeteket. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Rétvári Bence államtitkár úr, miniszterhelyettes válaszol. Önné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Valóban ön már kapott választ a kérdésére, de szívesen elismétlem, hogyha erre igénye van. 2006-ban az önök kormánya is bejelentett a választási kampányban Gyurcsány Ferenc egészségügyi miniszter révén egy nemzeti rákellenes programot, hogy ezt végrehajtják. Csak éppen a kampány elmúlt, és utána ennek a végrehajtás elmaradt. Semmilyen előrelépés nem történt, hiába voltak zengzetes bejelentések. Éppen ezért hiteltelen az ön aggodalma, hogy akkor, amikor a saját időszakukban bejelentenek egy programot, és abból egy lépés nem valósítanak meg, utána még bárkit is számon kérjenek. Persze utána vízi díj, meg kórházi díj az volt, meg orvosi bércsökkentés, és ápolói bércsökkentés volt. Magyarországnak 1993 óta van nemzeti rákkontroll programja, közép-európai országok közül először Magyarországon volt ilyen, amelyet nemzetközi szinten a WHO is elfogadott. Az 1722/2018-as kormányhatározattal fogadta el a kormányzat Magyarország 5 nemzeti egészségprogramját 2019-30-ig. Ezeknek az egyike a nemzeti rákellenes program. Ez az a dokumentum, amelyből ki tudunk indulni. A rákellenes programnak az általános célja,
a szaktület mai állása szerint a nemzetközi és hazai tapasztalatokat felhasználva olyan nemzeti szintű szakmai és társadalmi cselekvési program megvalósítása, amely 2030-ra a rákhalázást várhatóan folyamatosan emelkedő incidencia ellenére is jelentősen legalább 10%-kal csökkenteni fogja. Ez tehát ennek a programnak a célja. A fő belemelyemekről már beszéltem önnek korábban is, a megelőzés, a betegségnek a szűrése és a korai felismerése, a daganatellenes kezelések, a rehabilitáció, palliáció és hospice, az ismeretterjesztés a szakemberek szintjén és a társadalmi szintjén, a társadalmi kommunikáció, a nemzeti onkológiai struktúra, illetve a 8. az indikátorok meghatározása és monitorozása. Ez tehát a felépítése. A konkrét célkitűzések, a lakosság egészségi állapotának javítása az onkológiai ellátórendszer hatékonyságának és minőségének növelésével, másrészt esélyteremtés és területi kiegyenlítődés biztosítása az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférésben a megfelelő ellátási szinten, harmadrészt korszerű infrastruktúra fejlesztéssel a diagnosztikai feltételek javítása, valamint a minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony eszközök szinergiájának kialakításával, negyedrészt pedig az egészségesen eltöltött évek számának a növelése. Nem csak papírok, kormányhatározatok vannak róla, nem csak elvi deklarációk, tisztelt képviselő úr, hanem konkrét kormányzati döntések is a korábbi szűrőprogramokon kívül, a méhnyakrák szűrésnek a személyi és infrastruktúrás feltételeinek a megteremtése, a HPV oltásoknak a bevezetése, ez ugye önkéntes térítésmentes védőoltás most már az általános iskola 7. évfolyamban járó 12. évet betöltött lányok számára, illetőleg ez kibővítésre is került az elmúlt évben, illetőleg a szervezett vastagbél és végbél szűréseknek az elindítása, pontosan azért, mert itt volt sajnos magas halálesetek között a szám, már több mint 260 ezer fő vette át az egységcsomagot, 88%-uk küldte vissza a mintát, 229 ezer fő, ennek 87%-a szerencsére negatív eredménye zárult, ugyanakkor a vizsgálatoknál 9,4%-nak 20.834 fő esetében itt nem negatív eredmény volt a szűrésnek az eredménye, éppen ezért következett a következő vizsgálat, a kolonoszkópus vizsgálat, a második lépcső, itt rák megelőző állapotot azonosítottak 4600 főnél, és a szövettani mintavételek alapján 1349 főnél állapítottak meg rossz indulatú elváltozást. Itt több ezer főről beszélhetünk, akinek pontosan a rákellenes programban megvalósított szűrővizsgálatok révén reméljük, hogy időben sikerült ezt az elváltozást megtalálni, és talán az ő életüket is megmenteni, mert erről szól elsősorban minden program. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszterhelyettes úr válaszát, tisztelt országgyűlés, megkérdezem, képviselőt elfogadja a miniszterhelyettesi választ. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, nem fogadom el a választ, államtitkár úr. Itt egy 2020-ban eldöntött az Európai Bizottság által elfogadott rákellenes tervnek a magyar megfelelőjére kérdeztem rá. Tehát ha 2018-ban valamilyen dokumentum született, és erről nyilvánosságra hoztak egy kormányhatározatot, igen, értem, nem vagyok hülye természetesen, de itt 2020 után kellett volna a tagállamoknak egy rákellenes tervet az Európai Unió felé továbbítani annak érdekében, hogy ebben az új rákellenes tervben finanszírozni tudja az Európai Bizottság a tagállamoknak a programját. Innentől kezdve igen, értem, hogy valamikor voltak szűrések, csak azt látom, hogy rendszerint ezek megakadtak. Márpedig ebben a programban az van benne többek között, hogy az összekapcsolt rákközpontoknak az esélyegyenlőséget is biztosítania kell a hozzáféréseket illetően. Innentől kezdve azt gondolom, hogy feladat van bőven, de sajnálatos módon felelőse az ügynek nincs. Köszönöm szépen.